köszönjük szépen, hogy ilyen nagy számban eljöttetek a péntek délután 5 órás kerekasztalunkra. Én Horváth Gergely Krisztián vagyok, az Infotér információbiztonsági munkacsoport vezetője. Én információbiztonsággal foglalkozom körülbelül 2005 óta. Több társadalmi szervezetben, az Infotérben, az Iszakában próbálom ezt a számomra fontos területet képviselni, és úgy gondolom, hogy egyre inkább mindenki számára láthatóvá válik az, hogy az információbiztonság az nem egy megkerülhető terület a mindennapokban, a szervezetek életében, a közigazgatásban sem. Mostani kerekasztalunknak a célja, hogy széles közönség számára felhívjuk a figyelmet erre a témára. Úgy gondolom, hogy a kiberbiztonság, kiberháborúk témájában a legfontosabb feladat ezeknek a támadásoknak a megelőzése, a hatásuk csökkentése, illetve a esetlegesen bekövetkezett támadásoknak a gyors felderítése. Megkérném minden résztvevőt, hogy néhány gondolatot mondjon magáról majd, hogyha hozzá kerül a szó. Elsőként a kibertér és a biztonságpolitika témakörét néznénk meg. Felkérem Szemerkény Rékát, hogy foglalja össze a gondolatait ebben a témában. Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm a meghívást is, meg ezt a szervezést is. Azt gondolom, hogy egy olyan téma kerülhetett itt most napirendre, amellyel nemzetközi szinten nagyon markánsan foglalkozunk az elmúlt pár évben, ez egy olyan központi témájává vált a biztonságpolitikai megbeszéléseknek, hogy ma már, sőt a tavalyi évben már a Davoszi Fórumon is bejelentették, hogy a kiberbiztonság nemzetközi értékelésben az egyes számú biztonságpolitikai kihívássá vált nemzetközi szinten. Én a biztonságpolitikai oldalról jövök ehhez a témához, és hogyha így végig gondolom, mondjuk amióta dolgozom, én 90-ben végeztem Budapesten, a 90-ben a Honvédelmi Minisztériumban kezdve a fő téma a szovjet csapatok, akkor még volt Szovjetunió, a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, laktanyák átvétele, majd annak a kérdésnek a mérlegelése, hogy a NATO, az EU tagság mi eredményez megfelelő struktúrát, majd az ezekben való belépés volt a prioritás. És hogyha ezekkel összevetjük ezt a mai napnak ezt a témáját, akkor azt gondolom, hogy látható, hogy egy teljesen új történelmi szakaszba is léptünk. Mennyire másak voltak azok a problémák, amelyekkel én a szakmai életemet elkezdtem, az elmondhatatlan. És így hat, és ilyen mélyében hat a kiberbiztonság kérdése, a biztonságpolitikai gondolkodása is. És azért gondolom, hogy helyes és jogos, hogy erről beszélünk külön is. Hiszen nyilván egy csomó szakmai szempont fel fog itt merülni az utánam következő előadók szempontjából, de a téma biztonságpolitikai keretekben való megjelenítése és átgondolása éppen olyan fontos, mint azok az egyéb szempontok, amelyekről a szakma beszél. Hiszen mit láthatunk? Azt mondják a biztonságpolitikusok, hogy kiberbiztonság, kiberfenyegetések terén a szellem már kiszabadult a palackból. Ennek a nemzetbiztonsági értelmezés a klasszikus értelemben egy teljesen új feladatot ró a biztonságpolitikai gondolkodásra. Mindaz, ami ott az alapokat jelenti. Mit jelent például egy fenyegetési eszkaláció, mikor a fenyegetés mikor lép egy magasabb fokra, a magasabb fokokat hogyan kezeljük, mire mi a measured response, a megfelelő válaszadás. Mi a klasszikus fenyegetés egyáltalán? Mit nevezünk fenyegetésnek biztonságpolitikai téren a kiberbiztonság szempontjából? Ez egészen más, mert az összes korábbi katonapolitikai keretrendszerben való megfogalmazás. Mi a támadás? Honnan jön? Mikor jelentjük ki, hogy ez valóban szakmai szempontból annak érvényesül? Mi a megfelelő válaszadás mértéke? Ezek mind olyan kérdések, amelyeken az egész szakma nemzetközi szinten gondolkodik, és hát az elmúlt másfél-két évben nem voltam olyan konferencián, ahol ezek a kérdések a legkomolyabb szinteken is ne lettek volna előtérben. Egy biztos, most válaszok nincsenek még kidolgozva, és sok szakmai vita folyik ezekben a kérdésekben, de az egy biztos, hogy az a 20 évvel ezelőtti világ, amelyben én például még elkezdtem dolgozni, annak vége. Tehát mindaz a korábbi fenyegetés, amelyekkel korábban számoltunk, az egy teljesen új keretbe kerül a kiber eszközök és az információs technológiák fejlődése kapcsán. Mi a feladat, tehát, ami ezekből az államra hárul? És azt hiszem, hogy ez az a kérdés, amely
nyilván kormányzati szempontból megjelenik. Először is fel kell állítani egy olyan stratégiát, egy olyan koncepciót, amelynek az alapján elhelyezzük magunkat ebben az új keretrendszerben, a kormányzati oldalról is. Ennek két pillére van nyilvánvalóan. Részben a stratégia tartalmi elemei és gondolati üzenetei meghatározók a struktúrákra nézve is. Tehát egy olyan prioritásrendszert kell felvázolni, kimondani és leszögezni, amelynek az alapján aztán hosszú éveken át lehet dolgozni. Részben pedig a második pillére ennek ki kell építeni egy olyan infrastruktúrát, mind intézményi, mind humán infrastruktúrát, amely képes a stratégia által meghatározott feladatokat leképezni és megvalósítani. Tehát azt gondolom, hogy ez a feladat, párhuzamos feladatrendszer, ez jelenik meg ma már nagyon sok állam gondolkodásában. Nem mindenhol, de nagyon masszívan érzékelhető minden biztonságpolitikai fórumon. Magyarországon is ennek láttunk neki két évvel ezelőtt, körülbelül 2010-et követően, hiszen azt gondolom, hogy a 2001-es Budapest egyezmény utáni lendület, vagy a Budapest egyezménynek a lendülete, amellyel ez a nemzetközi egyezmény megszületett, amelyre ma is minden nemzetközi fórumon meghatározó módon utalunk, ez az egyetlen olyan nemzetközi egyezmény, amelyre mindenki egy ilyen mérceként tekint. Tehát 2001 után ez a lendület, ez leállt. Gyakorlatilag különösen a kiberbiztonság kérdése egyáltalán nem jelent meg a kormányzati munkában. Marginális előrelépések voltak a széleken, de központi, koncepcionális haladás, előrelépés nem volt. A 2010-ben kezdődött munkának egy jelentős része ennek a kormányzati infrastruktúrának a felállítása volt, és egy jó másfél éves egyeztetési folyamat kisebb-nagyobb sikerekkel azért nem vezetett még már a megfelelő eredményre, amelyet elvártak volna az ebben résztvevők. Általában azok az érintett kormányzati döntéshozók, amelyek elé került ez a problémakör, kiki a saját asztalától szemlélte a megoldandó feladatokat, és ebben a többit inkább a probléma oldalra helyezte, mint az együttműködési logikába. Aminek aztán ez a hihetetlenül lassúvá váló, elhúzódó és gyakorlatilag kézzelfogható eredményre nem vezető folyamat lett a következménye. Nem a végeredménye szerencsére. A tavalyi év folyamán ezt a kormányzati egyeztetési fórumot sikerült egy együttműködéses keretbe beterelni. A miniszterelnökség előrelépett és egy ilyen összehangoló, koordináló szerepet próbált felvenni, és ennek az eredményeképp egyrészt idén februárra megszületett a Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiája, részben megszületett és elfogadta a parlament azt az információbiztonsági törvényt, amely az egyes tárcáknak a feladatait írja le is. Azt gondolom, hogy ez a két olyan nagy magyar kormányzati dokumentum, amelyről ma itt röviden kell beszélni. A kiberbiztonsági stratégiának az alapelemei és az fő üzeneteit én azt gondolom, hogy a témával foglalkozók nagy részt ismerik, hiszen mindazok az alapértékek, amelyeket ezekben megfogalmaztunk, azok nagyjából az úgymond a hasonló értékeket való államokkal megegyeznek. Ezen belül konkrét feladatként jelöltük meg a kormányzati koordináció kiépítését és üzemeltetését, az együttműködés, az információcsere intézményrendszerének a felállítását, szakosított intézmények létrehozását, a szabályozásnak a markáns támogatását, hogy megszülessenek mindazok a törvények, határozatok, kormánydokumentumok, amelyek hiányoznak a konkrét együttműködésből, és a nemzetközi együttműködésekben való hatékony és összehangolt magyar jelenlétet. Ugyanígy fontos szerepet kap az oktatás, kutatásfejlesztés, a gyermekvédelem, illetve az üzleti motivációs rendszerek kialakítása. Ezt azt gondolom, hogy egy elég nagyívű feladatrendszert ró így nem csak erre a kormányzati ciklusra, hanem az előttünk álló ciklusokra is.
De a struktúra, ami a stratégiából fakad, és aminek én ezt a központi elemét felvázolnám gyorsan, hogy ne vegyek el túl sok időt a beszélgetéstől, azt a meggyőződésünket tükrözi, hogy a kiberbiztonság egy alapvetően meghatározóan, tipikusan olyan kérdés, amelyet sem a kormányzati oldal önmagában, sem a nem kormányzati üzleti szféra önmagában nem tud kezelni, hanem ezek azok a tipikusan olyan fenyegetések, amelyekben egy szoros kormányzati, nem kormányzati együttműködésre van szükség. Tehát kormányzati oldalról létrehoztuk a kiberbiztonsági koordinációs tanácsot, amely a legfelsőbb szintű egyeztetési fórum azok között a tárcák között, amelyeknek feladata különlegesen kiemelt a kiberbiztonság terén. Ezt a miniszterelnökség vezeti, de tagjai államtitkári szinten a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium, a KIM, a Honvédelmi Tárca, a Gazdasági Tárca, és hát nyilván eseti alapon azok a tárcák, amelyek esetleg egy-egy ügyben konkrétan érintettek. Ennek a felső vezetői szintje az államtitkári szint. A munkaszintjén azonban van egy munkaszintje is, és a munkaszintjén kell előkészüljenek azok a dokumentumok, amelyekre még szükségünk lesz itt a kormányzati és nem kormányzati szféra együttműködésének a kiépítésére. Ezzel párhuzamosan szeretnénk létrehozni a kiberbiztonsági fórumot, amely a kormányzati és nem kormányzati szféra legmagasabb szintű együttműködésének a fóruma, és a tanács alárendelve szeretnénk elindítani, és részben indítottuk el az egyes munkacsoportoknak a tevékenységét. Azért mondja részben, mert ugye magát a stratégiát ugyan a kormányfő februárban aláírta, de az IBTV-t a parlament most májusban fogadta csak el. A kiberkoordinációs, kiberbiztonsági koordinációs tanács 3 hete jött létre, és ebben az elmúlt 4 hete körülbelül, és ebben az elmúlt 1 hónapban az első munkacsoport találkozójára volt már mód, ami az úgynevezett CERT munkacsoport, és ennek már megvolt az első ülése. Kialakítottuk a munkarendet, elfogadtuk a tagok létszámát, és a feladatok meghatározásának is jelentőset léptünk előre, de hasonló módon szeretnénk létrehozni közigazgatási kiberbiztonsági munkacsoportot, hírközlési kiberbiztonsági munkacsoportot, pénzügyi, létfontosságú rendszerek és létesítmények kiberbiztonsági munkacsoportját, belügyi, és stb. Tehát amiket eddig meghatároztunk, azok körülbelül ez az a kör, amire szükség van, de a munka, illetve az élet fogja adni, hogy még esetleg milyen más munkacsoport létrehozására van szó. A munkacsoportokon belül pedig, amint jeleztem is, a stratégiának megfelelően a kormányzati és a nem kormányzati szféra együttműködéséből szeretnénk előrevinni ezt a munkát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az az alapkeretrendszer, amely az eddigi munkát és gondolkodást meghatározta. Eddig jutottunk el. Én nagyon remélem, hogy az előttünk álló 1 évben még előre fogunk tudni lépni, és a többi munkacsoport is elkezd dolgozni. Komoly dokumentumok, illetve komoly intézményi együttműködési struktúrák kialakítására kerül sor, és nyilván nyitottan várom a kérdéseket, de ezzel köszönöm az eddigi figyelmet. Köszönöm szépen. Tehát ott tartunk, hogy elkészült a stratégia, megalakult az intézményrendszer, az elmúlt néhány hétben felálltak a szervezetek, elkezdődött a működés, és még egy gondolat jutott eszembe itt, mennyire megváltozott a világ körülöttünk. Az Egyesült Államok katonai doktrinájában szerepel az, hogy kibertámadást hasonló erejű hagyományos fegyverekkel megtorolhat, illetve az is, hogy megelőző csapásként is, hogyha kibertámadás gyanúját tapasztalja, megtámadhatja az ellenséget, akit feltételez. Ehhez társul hozzá az, hogy a NATO-ban, ha valakit megtámadnak, akkor minden NATO tagnak reagálnia kell. Tehát az internet, ami onnan indult, vagy az internet biztonsági fenyegetések, hogy akár egy kocka informatikus Robin Hoodként néhány rendszerbe betört, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ott probléma van.
most már eljutott oda, hogy a szervezett bűnözésnek egy meghatározott értékláncában van a hacker, aki betör, de többen szolgálják ki, akár az illegális pénzek tisztára mosásában és egyéb úton. Hasonló módon a hírszerzés területén a népszerű James Bond filmek smokingos, jóképű fiatalember helyett kocka informatikusok ülnek mondjuk Shanghaiban a 38. emeleten egy boxban, és ugyanaz a munkájuk, mint James Bondnak korábban, és talán még hatékonyabban tudják végezni. Következő téma itt a kerekasztalban a, tulajdonképpen a mit is kell védeni kérdése, amit Suba Ferencnek szeretnék föltenni. Jó. Akkor én köszönöm szépen, hogy egyrészt megfelkérést kaptam, és elnézést a késésért is. Itt egy kritikus infrastruktúrával, illetve annak a problémára szembesültünk, hogy kidőlt egy fa a bálványos védővezető úton, és ezt kellett eltakarítanunk, ugye miatt kiéstem, elnézést kérek érte. Magamról, én az Enisának vagyok az alelnöke, ez egy európai ügynökség, ami ebben a témában 2004 óta működik, illetve egyben kiberkontrollasszonynak segítek a stratégiai kilakításban, illetve működtetésben. Az, hogy mit kell védeni, szerintem inkább én onnan indítanám az egész gondolkozást, hogy korábban, amikor kiberbiztonságról hallottunk, azt gondoltuk, hogy ez egy dögunalmas téma, tehát ez semmi másról nem szól, mint hogy egyszerű vírusvédelemről, meg arról egyébként mit kell bekapcsolnunk és nem bekapcsolnunk a számítógépünkön. Ehhez képest mostanra már ezek a mondjuk, hogy bitkovács évek elmúltak. Tehát mostanra ez a történet már nem számítógép használókról szól elsősorban, hanem politikusokról, médiáról, befolyásolásról és pénzről. Tehát mostanra kilakult az a fogalom, hogy kibertér, és nekünk ezt a biztonságát kell szavatolnunk. A kibertéret úgy próbáltuk meghatározni a stratégiában, illetve a törvényben is, hogy az kétfajta komponensből áll. Az egyik az az infrastruktúra, tehát azok az összekapcsolt hálózatok, amik az internetet alkotják, illetve hozzá kapcsolódó egyéb ilyen hírközlési vagy informatikai rendszerek, és emellett azok a társadalmi és gazdasági folyamatok, amik ezeken a rendszereken információk vagy ilyen jelek formájában utaznak. Tehát ez a nagy lépés, amit most mi megugrottunk, hogy elismertük azt az egyszerű tényt, hogy most már nem a rendszert magát, nem a infrastruktúrát kell védenünk, hanem azt is, és a rajta folyó kvázi, mondjuk azt, hogy gazdasági és társadalmi folyamatokat. Ez egyik. Ezek közül mik azok a fontosabbak, amik talán számotokra vagy számunkra érdekesebbek lehetnek? A legelső az, amit mi mondjuk úgy hívjunk, hogy nemzeti adatvagyon, vagy nemzeti közvagyon. Tehát Magyarországon és minden más államban is rengeteg olyan információ tárolódik különböző rendszereken, aminek a sértetlensége, rendelkezésre állása az nemzeti érdek. Ilyen például az ingatlan kataszter, ilyen például a cégregiszter, ilyen mondjuk a mi személyazonosító adatainak az adatbázisa. Csak hogy pár példát mondjak. Ezeknek nyilván vagy akár TB adatbázis. Itt egyetlen egy pici kis bit megváltoztatásával milliárdokról lehet szó. Tehát volt arra példa, nyilván nevek és intézmények nélkül, hogy mondjuk TB számlákat nem nálunk másutt megváltoztatva, milliárdos visszérésekre adott lehetőséget, csak az, hogy informatikailag nem értették, hogy miről van szó. Ez egyik ilyen veszély. A másik pedig, amit szintén ki lehet emelni, az pedig az államilag irányított kiberterrorizmus. Ugye mi beszélünk most kiberháborúról, de valójában most a kiberterrorizmusról tudunk beszélni, mert senki sem vállalja be, hogy én voltam az, aki téged megtámadtalak. Ha az ember a lapokban beleolvas, akkor látja azt, hogy mindenki Kínát okolja ilyenkor, hogy a kínaiak be ezek fenntartanak mindenféle kiberhadosztályok, ezek támadnak mindenkit, és kifürkészik a különböző ipari és egyéb titkokat szegény Amerikai Egyesült Államokból és máshonnan is. Pont a legutóbbi időszaknak a botrány, ez a Snowden botrány, amikor az egyik államnak fizett amerikai hacker lépett meg és mondta el mindenki számára, elég nyilvánosan mit csinálnak ők is, mutatta meg azt, hogy ez valami egy kétirányú folyamat. Tehát mindenki csinálja ezt. Amerika, Kína, Oroszország, Németország, az EU, mindenki. Tehát nyilván erre fel kell készülni, hogy a mi saját rendszerünket is védeni kell az ilyen államilag irányított, ám de be nem vállalt támadások ellen. A harmadik pedig, hogy egyébként kik csinálják ezeket, tehát kik, akik mögötte vannak. Egyrészt vannak ha most a bűnözéseket nézzük,
A bűnözőknél van egy nagyon felső réteg, akik sohasem lehet elkapni. Ők azok, akik ilyen félgalliós emberek, általában magasan képzett, kvalifikált és a polgárjegyben is jókereső emberek. Ők találnak meg olyan profi bűnözőket, akik már fel tudnak állítani egyfajta bűnöző infrastruktúrát. Tehát ki tudják alakítani egyrészt azokat a botneteket, mondjuk így, amelyeket fel tudunk használni, vagy fel tudnak használni különböző olyan támadásokra, aminek az eredetét, illetve a végső felhasználóját nem lehet beazonosítani. Kettő, megtalálják azokat a szerencsétlen veszteseket, lúzereket, új magyar szóval, akik meg bevállalják azt, hogy ők majd egy ilyen, mondjuk azt, hogy DDoS támadásban részt vesznek. Általában akiket mi megpróbálunk a különböző utóbbi DDoS támadások mögött megtalálni, azok általában mindig ezek az utolsó, harmadik szint, akik fölöttük vannak, tehát profi bűnöző, illetve a félgalgás bűnöző, ők általában elérhetetlenek. Amerikák szerint is, mert ezeket tőlük hallottuk. Illetve, hogyha megnézzük azt, hogy Snowden, tehát ez az amerikai úriember, aki most éppen azt hiszem Oroszországban próbál eltűnni a világ szeme elől, ő hogyan alakult ki, és mennyit keresett, az is egy eléggé szerintem érdekes példa. Ez a srác először kommandós akart lenni, mint mindenki, aki ilyen férfias játékokban szeret utazni. Ott eltört egy kiképzésen a bokája, ezután már többé nem tudott kommandóst játszani, ergo elment egyszerű biztonsági őrnek az ottani nemzetbiztonsági szakszolgálathoz. És onnan küzdötte fel magát egyszerű hacker továbbképzésen keresztül oda, hogy a végén évi 200 000 dollárt keresett. És ez neki nem volt elég, hanem megborult az ő világa, úgy gondolta, hogy nekem barátnővel el kell indulni a világban, és közzé kell tenni azt, hogy eddig mit csinált. Tehát ez is mutatja azt, hogy ez a világ, amiben most élünk, ez megváltozott, erre fel kell készülnünk, és ennek a szintje az mindenképp a legmagasabb szint kell, hogy legyen. Tehát Magyarország, illetve Magyarország kormánya azért döntött el, és azért is lépett erre az útra, hogy itt koordinálni kell legfelsőbb szinten, mert ezt a világot már nem lehet negligálni, erre lépnünk kell. Köszönöm szépen. Én a mit kell védeni témához még talán hozzátenném azt, amit itt a résztvevőket kicsit személyesebben érintheti, a mi saját személyes adataink, illetve a gyerekeink és a gyerekeink által használt rendszerek adatok védelme. Ez egy szintén egy olyan nagy problémakör, ami ellen világszinten akár az Interpol segítségével küzdenek. Egy érdekes példa, ingyenesen elérhetőek az interneten a személyes fényképgyűjtemények. Ugye sokan a családi nyaralások képeit föltesszük az internetre, hogy könnyen megosszuk a családtagjainkkal. Statisztikailag kimutatható, hogy ezek közül a képek közül azok, amelyeken ruha nélküli kisgyerekek vannak, átlagosan sokkal látogatottabbak, mint a képgyűjtemény sok többi képe. Tehát érdemes meggondolni azt, hogy mit, hogy osztunk meg, és hogyan hívjuk fel esetleg a családtagok figyelmét, hogy ezt legalább egy jelszóval védve, vagy valamilyen korlátozott módon tegyék meg. Ebben itthon is vannak programok, például a Safer Internet, és szakmai szervezetek tagja és önkéntes munkaként vállalnak előadásokat általános iskolákban, hogy felhívják a gyerekek figyelmét erre. A következő témakör itt a mai programban az, hogy a gyakorlatban a védelem hogy történik, milyen intézmények vannak, mik a feladatai. Felkérem Zala Mihályt, a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek a vezetőjét, hogy erről tájékoztassunk. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit. Így, ahogy hallgattam Rékát, illetve a Ferit, még eszembe jutott egy-két gondolat, hogyha megengeditek, akkor ehhez én azért rácsatlakoznék, és így mennék tovább. Ugye digitalizálódó, sőt már teljesen, majdnem teljesen eldigitalizálódott világban élünk, ahol mindenki használ mindenféle eszközt, és ha megengedik, akkor egy pár számot azért így elmondanék. Így ma délután nézegettem meg, hogy a mobiltelefon mennyiség, amit a világon használnak, az a 6 milliárdos darabszámot érte el, ez 87%-os lefedettséget jelent, most függetlenül attól, hogy valakinek egy vagy két telefonja van. A Facebook felhasználók száma 1 milliárd fölött van, ez is egy elgondolkodtató szám, és az internetes technológiáról meg annyit, hogy 2016-ra 61% lesz a mobil internet használat aránya,
és csak 39 lesz addigra a vezetékes internet felhasználók aránya, ami azért meglehetősen elgondolkodtató dolog. Ugyancsak elgondolkodtató, hogy nyilván az állam is használja ezeket a technikákat, és ahogy a Feri mondta az előbb a lúzert, hát egyszer voltam egy műsorban, ahol volt egy ilyen üzenőfal, és akkor ki volt írva, hogy mi különbözteti meg a usert a lúzertől, ugye egy betű. Hát, de nem is ez a lényeg, ez csak így próbálom a hangulatot földobni. Inkább az a lényeg, hogy mindenki user, tehát teljesen független attól, hogy ő a pápa, a miniszterelnök, vagy a 8 éves kisgyerek, és pont a gyerekeknél rendkívül magas az aránya egyébként az ilyen internet, illetve mobileszköz használatnak. Amitől kell félni, és mi az, amitől leginkább védekezni kell? Én azt mondanám, hogy hát nem szép dolog, amit az amerikai NSA csinál, minden bizonnyal, más is csinálja, tehát nyilván vitális érdeke van minden országnak, tehát hogyha valaki megkérdezi, hogy Edward Snowden hazaáruló, vagy pedig idealista hős, akkor én azt szoktam mondani, hogy szerintem inkább hazaáruló, tehát hogyha valaki egy nemzetbiztonsági szolgálatnál dolgozik, és a saját hazájának az érdekeit képviseli, akkor annak ne legyenek ideái, hanem végezze el a feladatát. A bűnözés internetes bűnözés 2012-ben is a legjövedelmezőbb bűnözési fajta volt, több mint 400 milliárd dollár termelt meg. Hát utána lehet számolni, hogy ez egy mekkora tétel. 2 milliárd jelenleg az internet felhasználóknak az aránya, ez 2020-ra el fogja érni az 5 milliárdot, és 5 milliárd eszközt használunk az interneten. Ezek mind-mind mutatják azokat a fenyegetéseket, amelyek úgy azért mindenkire leselkednek. Évente 300 millió információ kompromittálódik. Ebbe lehet, hogy egy magánszemélynek mondjuk az adatai benne vannak, de mondjuk benne lehet másfajta adat, és mint például a semmiből nem tanuló Sony, akit ugye most törtek meg harmadszor, és 10 milliójával vitték el embereknek a személyes adatait. Naponta 1 millió áldozat van az internetbűnözésben, és átlagosan lehet, hogy nyilván ez már nem feltétlenül friss szám, olyan 130-140 dollárba kerül egy kompromittálódott információ, illetve ennyi kárt okoz. Hogy jutottunk idáig? Én úgy gondolom, hogy lehetne onnét kezdeni, hogy az internet ugye az 50-es éveknek a terméke, amikor föllötték az első Sputnikot, és kicsit messzebbre sikerült előni, mint amennyivel mondjuk a Pentagont el lehetett volna találni. Ennek az lett az eredménye, hogy villámgyorsan ki kellett találni egy rendszert, amelyik alkalmas arra, hogy skála függetlenül működjön, tehát bárhonnét lehessen irányítani rendszereket. Ő lett az internet, ugye 60-as évek óta van internet először katonai szférában, aztán nyilván ez elszabadult, és mindenki használja. Tehát maga az internet nem arra lett kitalálva, hogy ez egy megregulázható, szabályozható rendszer legyen, hanem arra, hogy pontosan fordítva, tehát skála függetlenül gyakorlatilag, hát majdhogy nem megelőzhetetlenül lehessen rajta tevékenykedni. Ugye a kormányok, meg az emberek, amikor úgy már kezdett az internet olcsóbbá válni a 90-es években, most nyilván nem a gazdag nyugatról beszélek, hanem mondjuk így Európának erről a feléről. Hát elkezdtünk eszközöket használni, és az eszköz használatnak egyébként ugye a 90-es évek második felében a megduplázódása éppen az államnak a piacra történő belépésével került sor. Mindenki azzal foglalkozott, hogy legyen informatikai biztonság, az informatikai biztonság pedig arról szól, hogy valóban 24 órán keresztül a rendszereket felügyeljék, legyen meg mindennek a felelőse, de, és ne álljon meg a rendszer. De ennél egy kicsit messzebb kéne menni, mert hogy ne álljon meg a rendszer, nem biztos, hogy megáll a rendszer, amikor adatot lopnak belőle, nem biztos, hogy megáll a rendszer, amikor információt gyűjtenek belőle. A 90-es évek elején, amikor számítógépes rendszerek kiépítésére került sor, egyre inkább az outsourcing volt a jellemző, tehát cégeknek adták ki az üzemeltetést, és hát egészen az közelmúltbeli évekig senki nem gondolta arra, hogy valahol meg kell védeni
a saját adatainkat, meg kell védeni a kormányzati adatokat, az állami adatokat. Ez az államnak egyébként is az egyik fő feladata a védelem, nem csak a katonai védelem, nyilván a kiber védelem is ebbe a körbe tartozik, és ennek az eredményeképpen jutottunk el oda, hogy, és nem csak Magyarország, egyre többen jutnak el arra a szintre, vagy ebbe a stádiumba, hogy kell valamilyen kibervédelmet kialakítani, és nem szeretnék nyilván ismétlésbe bocsájtani, hisz amit Réka elmondott, azokat nem tisztem megismételni, viszont az információbiztonsági törvény kapcsán a védelmi struktúráról mondanék röviden egy pár szót. Itt van egyszer az állami és önkormányzati információs rendszerek védelméről szóló törvény, Leánykori nevén információbiztonsági törvény. Van egy kritikus infrastruktúra védelmi törvény, amelyik szintén foglalkozik egy szegmensben kibervédelemmel. És az intézményrendszer az a következő képpen néz ki, és megpróbálnám elmondani, hogy ezek közül melyik minisztériumnak milyen feladatai vannak. Ugye a stratégiai szintű döntések azok a kibervédelmi tanácsban születnek meg. Ez nagyon jó, mert politikai szinten legalább akkor egy figyelem terelődik erre a problémára, és mindenki legalább be tudja csatornázni ezzel kapcsolatos gondolatait. A következő, a gyakorlati részben mi úgy gondoljuk, hogy van megelőzés, van egy üzemeltetés, meg van egy utólagos reagálás. Ugye nagyon sok helyen az utólagos reagálásra szoktak kizárólag foglalkozni. Mi úgy gondoljuk, hogy a megelőzésnek van a nagyobb szerepe, hiszen hogyha már egy incidens, vagy egy támadás, vagy egy adattömeg eltulajdonítás bekövetkezett, azt már utólag marha nehéz jóvá tenni. A megelőzésben szakhatóságként a Nemzeti Biztonsági Felügyelet kapott feladatot. A lényege, hogy sérülékenység vizsgálatokat végez a különböző kormányzati, önkormányzati vagy kritikus infrastruktúra rendszerekben. Ez a sérülékenység vizsgálat egy internetes, internetoldali felhasználói jogosultságokkal vagy rendszergazdai jogosultságokkal történő vizsgálatot jelent, és nyilván amikor a hibák nagy részét így ki lehet szűrni, tehát azoknak a pontoknak a kiszűrése a lényeg, amelyeken keresztül egy támadást sikeresen benn meg lehet valósítani. Az ilyen jellegű hibák kiszűrésével egy jobb rendszerbiztonságot lehet elérni. Üzemeltetési szinten vagy auditálási szinten a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alatt került kialakításra egy hatóság. Ennek a hatóságnak az a feladata, hogy a kötelező jelleggel 1-5 osztályokba sorolandó rendszerek, tehát osztályba sorolásokat figyelemmel kísérje. Nyilván az 1-es az a legalacsonyabb védelmi szintet jelenti, az 5-ös a legmagasabbakat, tehát katonai rendszereket, vagy olyan rendszereket, amelyek minősített adatokat kezelnek. És ennek a szervezetnek, ennek a hatóságnak joga van a szervezetek saját osztályba sorolását módosítani, amennyiben azt jónak látja, sőt informatikai csődgondokat is rendelhet ki. Az utólagos, a reagáló erő, ez is egy kibővítésre került. A reagálásban a belügyminisztérium alatt került kialakításra egy kormányzati CERT, ami kormányzati CERTként ez idáig nem volt. Kialakításra kerül egy kritikus infrastruktúra CERT a OKFM belül. A Honvédelmi Minisztériumban kialakításra kerül egy katonai CERT, ez is eddig hiányzott, és nyilván több szakcert kerül kialakításra különböző intézményeknél. Ami nagyon fontos, az az oktatás. Ebben a Közszolgálati Egyetem kapott egy szerepkört, illetve hát ez mellett több más fórumon is sor kerülhet oktatásra. Még annyit mondanék, mert nem akarok akkor itt időben csak elcsúszunk, a szakmai részekben nagyon mélyen belemenni. A módszertana a felügyeletnek ezekben a sérülékenység vizsgálatokban a megszokottól némiképpen eltér. Több EU-s és NATO-s intézményben vagyunk tagok, tehát munkacsoportokban, bizottságokban. Odáig sikerült eljutni, hogy jelenleg a felügyelet látja el a NATO-nak a kibervédelmi munkacsoportjának az elnöki feladatait.
és az EU-nak és a NATO-nak is végeztünk már sérülékenység vizsgálatot, és nagy reményekkel tekintünk az elé, hogy amennyiben ez a rendszer elindul, már pedig elindul, akkor a magyar struktúrák, információs rendszerek mennyivel lesznek védettebbek 1-2-3 éven belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ahogy készültem az előadásra, több témám szembe került, és az egyik kapcsán egyik kedvenc filmem jutott eszembe, a Vadászat a Vörös Októberre. Ennek az aktualitást a Vörös Október nevű támadás adta. Egy kicsit próbáljuk meg szemléltetni a közönség felé, amennyire egy nyilvános előadáson lehetséges, hogy a gyakorlatban hogyan kezeli a kormányzat akár egy ilyen támadást, hogyan vesz részt benne, kinek milyen eredményei vannak ebben. Ha a nemzeti incidens kezelési, hogy mondjam, eljárás rendet nézzük, ami most csak a fejekben van meg, tehát hogy ez hogyan néznek ideál tipikusan, mert van egy minőségi része, amiről nem tudunk beszélni, és van egy, ami ahogy kéne működni, amit most alakítunk ki. Ha valami megüti azt a szintet, hogy tényleg nemzetivé válik, akkor egy olyan operatív törzsnek kell felállnia, ami a kiberbiztonsági koordinációs tanács tagjaiból áll fel, és ehhez képest megtalálja ezt az adott munkacsoportot, tehát szektorális vagy éppen funkciós munkacsoportot, amelyik ezt tudja irányítani vagy kezelni. Legnagyobb valószínűleg a CERT munkacsoportot fogja megtalálni. Ezt ugye ezen a héten alapítottuk meg, ahol a létező jelenlegi 6 magyar CERT benne van, mint állami, mint pedig nem állami szinten, és megpróbáljuk ezt közösen, tehát az állami és nem állami szereplők együttes koordinált fellépésével megoldani. Tehát ez az egyszerű válasz, mert ez tapasztalat, hogy a kormányzatnál nem áll meg a világ, tehát csak úgy tudunk működni, hogyha a hírközés szolgáltató, vagy éppen mondjuk az érintett bank, vagy éppen az érintett mondjuk atomerőmű együtt működik velünk. És akkor most, hogy tényleg életszerű példát mondjunk, arra van esély, hogy mondjuk véletlenül elpukkan Ukrajnában egy nagyobb, mondjuk az, hogy biztosíték, ami az egész elektromos elosztóhálózatnak a működésére kihatással lehet. Hogyha ezt tudjuk, hogy mondjam, lokalizálni, illetve ki tudjuk azt zárni, hogy a kapcsolódó hírközlési, illetve éppen mondjuk az, hogy kritikus infrastruktúra irányítási rendszerek, például mondjuk egy erőmű irányítási rendszer informatikai része ettől ne károsodjék, akkor megoldottuk a problémát. Viszont az a furcsa, hogy pont most tartunk abban az a szép állapotban, amikor csak ezt még feltérképezzük, hogy mi mivel függ össze. Az biztos, hogy akkor, amikor elkezdünk gyakorlatozni energiaszolgáltatókkal, vagy éppen bankokkal, mindig azt tapasztaljuk, hogy egyre többet tudunk meg önmagunkról, tehát hogy mennyire sérülékenységek, how fragile we are címmel tudunk megállapítani. Tehát gyakorlatilag azzal szembesülünk, hogy nagyon gyakran azt hiszük, hogy mi is sérthetetlenek vagyunk, például a szolgáltatók azt gondolják, hogy mivel ők saját rendszert építettek ki, nem is kapcsolódnak az internetre, ergo őket nem lehet megtámadni, illetve ők nem kapcsolódnak semmifajta ilyen sérülékenységhez. És ehhez képest, amikor aztán elkezdünk csak gyakorlatozni, tehát nem tud még semmi nagyobb dolog, kiderül, hogy mondjuk 27-en tudnak kívülről becsatlakozni erre a nagy informatikai irányító rendszerre. Csak azért, mert otthon is kell tudni dolgozni. Ergo megvan lehetőség arra, hogy bemenjen valaki, és ezt a nagy irányító rendszert megtámadja. És ugye a mostani feladatunk éppen az, hogy ezeket a mondjuk azt, hogy összekapcsolódásokat, sérülékenységeket megtaláljuk, és erre van fajta koordinált választ adjunk. És ahhoz képest, hogy ezt ki tudja megtenni. Meg tudja tenni egyrészt, mondom, ez a politikai koordinatív szint, felső irányítás, és ehhez képest meg tudják tenni ezek az incidens kezelő szervezetek, akik CERT-eknek hívjunk, és ehhez képest az utólagos ilyen kiértékelésben is nagyon nagy szerepe van azoknak a szervezeteknek, például a mellettem lévő szakhatóságnak is, aki felkérésre ezt megteheti. Igen, mi vettünk ilyen részt, úgyhogy, és miután nem minősített, mert a sajtóba is írtak róla eleget, akkor feltételezem, hogy olyanok ülnek itt, akiket ez érdekel, és akkor ez egy kicsit ilyen vidámabb téma lesz. Ugye a december elején, még mielőtt belekezdenék, ugye felügyeleten 15 etikus hacker dolgozik, mondanám így, de hát sértő lenne azt mondani, hogy etikus hacker, mert ugye az csak egy szegmens a sérülékenység vizsgálati szakember kategóriának, tehát ilyet azért nem mondok, tehát szakemberekről beszélünk. A többségét piacról, egy kisebb részét pedig egyetemi padból tettük a magunkévá, és ezekkel a kollégákkal végezzük ezeket a vizsgálatokat. December elején tavaly kaptunk egy olyan külföldi jelzést,
amely egy bothálózat működéséről szól. Ezen a bothálózaton december elején kezdtünk el dolgozni, egy héttel azelőtt, ahogy a Red Októberes Kaspersky jelentés megjelent, majd egészen február végéig küszködtünk vele, megtaláltuk azokat a Command and Control szervereket, amelyekről az a bothálózat működött, és azért azt tudni kell, hogy ezt a bő 400 milliárd dollárt évente, ennek több mint 40%-át orosz bűnözők keresik meg. Ez egy nagyon jó centralizált szervezet. Russian Business Network néven ismert a szakmában, és hát amit mi találtunk, és sikerült Command and Control szerverekből hármat feltörni, orosz irányítópanel, tehát cirilbetűs irányítópanel, természetesen Németországban, Hollandiában, olyan országokban működő Command and Control szerverekről beszélünk, hiszen ahol megbízható a szolgáltatás, és megfelelően gyors, és a jogi háttér esetleg gyengébb, nyilván oda érdemes telepíteni ezeket a botokat. És márciusban publikáltuk ezt a bothálózatot, amelynek TeamSpy 12 nevet adtuk, és a Műegyetemen működő Crisis Labbal közösen dolgoztuk fel. És annyit kell tudni erről, és csak nagyon-nagyon elgondolkodtató. Régebben ugye e-mailbe jöttek a támadások, és akkor valaki úgy látta, hogy na nem nyitom meg az e-mail mellékletét, akkor nem leszek bajban. Hát dehogy nem. És egyébként sajnos tényleg kimeríthetetlen a lehetőségek tárháza. Annyit kell tudni, hogy a mai támadásokra jellemzően most már kormányzati megbízásra bűnözői segítséggel próbálnak információhoz jutni. Az is tény, hogy a korábbiakkal ellentétben nem szervereket támadnak, hanem egyes felhasználói eszközöket, tehát valakinek a konkrét mobil eszközét, vagy valakinek a otthoni gépét, vagy a munkahelyi gépét. Ennél a TeamSpy-nál a TeamViewer csatlakozást telepítették fel backdoorral, és a TeamViewer Cloud-ba csatlakozott fel a gép. Valahogy úgy kell elképzelni, hogyha valaki Microsoft terméket használ, mondjuk operációs rendszernek, és ahhoz, hogy Apple fájlokat tudjon kezelni, nyilván egy iTunes-ra van szükség, egyébként megkeresgélheti, hogy mit hova tüntetett. Valahogy így került a TeamViewer Cloud elég nagy mennyiségben felhasználó eszközökre, és egyébként most már weboldalakon keresztül fertőznek, tehát valaki egy látogatott weboldalra látogat el, akkor mondjuk egy Origóra, vagy egy Indexre, vagy bármire elnézést tehet, hogy nem kéne nevet mondanom, mert egyébként nem konkrét esetről, vagy nem konkrét webszolgáltatásokról beszélek, és gyakorlatilag onnét a víruskódot be lehet szerezni a gépre, és onnét a TeamViewer Cloud-on keresztül továbbítja ez a típusú bothálózat a különböző információkat. És talán akkor egy szóval én is jelezném, hogy ugyan azért nevettünk itt a kérdés elején, mert ez az az első feladat, amellyel gyakorlatilag a kiberbiztonsági koordinációs tanács foglalkozni kezdett, hiszen a legfontosabb kérdés az az, hogy mi az a riasztási rendszer, illetve mi az a hierarchia, amelynek az alapján működhetünk. Nyilván van egy sor olyan új aspektus, ami miatt ezt a ma működő rendszert újra kell dizájnolni. Ezért feladat előttünk ez a kérdés. Ugyanakkor nyilván közben is egy a normális kormányzati működésben van egy minősített szakaszoknak az életléptetésének a rendje, tehát van egy olyan felelősségi és feladati hierarchia, amely a mai napon is, amíg nincsen teljesen újraírva vagy kidolgozva a riasztási rendszer, az életben van. Viszont szerintem egy érdekes kérdésre még ez rávilágít, hiszen nagyon gyakran összemosódik az, hogy milyen fenyegetésről beszélünk. És itt három markánsan eltérő feladat mosódik sokszor össze. Ugye itt felmerült már a kiberbűnözés, amely nyilván elsődlegesen mondjuk a klasszikusan a belügyminisztérium, illetve a most a már a belügyminisztériumon belül létrehozott GovCert-nek
a feladatkörébe tartozik, a kiberterrorizmus, illetve a politikai jellegű kibertámadások. És hogyha ezt most egészen konkrétan megnézzük, hogy mire is volt eddig nemzetközileg példa, azért nagyon sokat beszélünk a kiberterrorizmusról, de konkrétan arra még egy darab példa nem volt. Politikai jellegű kibertámadásokra rengeteg. Tehát azt gondolom, hogy ez az a két véglet a három feladat között, aminek már számos példáját láthatjuk, amire kell kidolgozni a struktúrát, illetve a feladatokat. Nem elfelejtve azt, hogy a köztestér, ez a kiberterrorizmus, amiről nagyon sokat beszélünk, bármikor előfordulhat, hiszen a rendszer adja a lehetőséget rá, vagy vonzóvá teszi ennek az alkalmazását, de konkrét példa még nem volt. Hát a példák azért talán gyakorlatok keretében voltak, tapasztaltak olyat, hogy távolról lehetett volna akár vízellátást befolyásolni, akár ivóvízben valamit bekeverni, ami hatott volna a résztvevőkre, illetve voltak olyan repülési rendszerek, amiket tudtak támadni. Feri, egy gyakorlati példát. Egy gyakorlati példát, amit mindig szoktak mondani, ez 2007-es példa volt, de azóta is az egyik legsúlyosabb, hogy az iráni atomdúsító centrifugákat, vagy urándúsító centrifugáknak a működését azt itt távolról tudták befolyásolni. Tehát volt egy megfizethető mérnök ember, akinek a kezébe adtak egy olyan memoristicket, ami volt ez a fajta károkozó program, és ő ezt szépen betette a gépre, és utána a belső rendszert elkezdték mások is használni, olvasni. És ennek a vége az lett, hogy az urándúsító centrifugáknak a sebességét egy olyan 30%-kal meggyorsították, és ezután leállt az egész atomerőmű. Tehát ez egy konkrét olyan példa, amit azóta is szoktak vagy hivatkozni. A másik, ami még szintén ilyen gyakorlatilag példa szokott lenni, az a Libanonban, ugye elég sok olyan bank van, amelyeknek a pénzmozgásai nem a tiszta zónába tartoznak. És ott fedeztek fel olyan adatlopásra alkalmas, mondjuk az, hogy károkozó programot, ami már x éve, tehát egy 4-5 éve ott volt a rendszereken, tehát az összes ilyen tranzakció, ami mondjuk például ilyen terrorista szervezeteknek a pénzmozgásait jelentette, ezekről információt szedett le. És miután ezt azonosították, megkezdték szételemezni, eljutottak addig a szintig, amit úgy jönnek, hogy warhead, tehát ez a bombatöltet. És a bombatöltetet nem voltak képesek szétszedni. Tehát annyira bonyolult volt, hogy azt mondták, hogy ezt normális hacker nem volt képes megcsinálni, ez kellett egy 3-4 olyan csapat, amit csak is egy állam, egy nagyon gazdag állam tud megfizetni. És utána az volt a legérdekesebb ilyen technikai szempontból, hogy közzétették a világ legnagyobb ilyen vírus megoldó cége, a Kaspersky, hogy gyerekek, mi sem tudunk vele mit kezdeni, nézzétek meg, hát ha ti tudtok nekünk segíteni. Tehát ennyire bonyolult és ennyire szép a mostani világ. Köszönöm szépen. Én itt két dolgot említenék. Az egyik, hogy mondhatnám az Anonymous-t, akivel most nem akarom őket reklámozni, de hát igazából ezek a DDoS támadások számtalan esetben fordultak elő, és hát hol egyik, hol másik politikusnak a honlapját sikerült megállítani. Ez volt az egyik ilyen cselekménysorozat. Amivel önmagában nincs gond, ez, illetve van, de igazából olyan szempontból nem okoz nagy kárt. Tehát az, hogy egy honlap nem elérhető egy darabig, az még talán a kisebbik probléma. Az már egy nagyobb probléma, amikor az Alkotmánybíróság honlapján kicserélik az alaptörvénynek a szövegét egy petícióra. Ugye egy 16 éves dunaújvárosi fiú volt. Tehát ilyenek előfordulnak, és én úgy gondolom, hogy Ez nyilván még csak nem is a jéghegy csúcsa. De Amerikában viszonylag elég rendszeresen előfordulnak olyan támadások. Ott egy kicsit nagyobb darabszámmal vannak ezek a tiltakozó mozgalmak jelen, hogy egy adott város részben mondjuk megállítják az ivóvíz szolgáltatást, az elektromos áramszolgáltatást, stb. És ez elgondolkodtató inkább abból a szempontból, hogy a kritikus infrastruktúrák zöme, legyen ez erőmű, légiforgalmi irányítás vagy egyéb, hogy ezek ugye SCADA alapú rendszerek, aminek az a lényege, hogy 30 évvel ezelőtti technológiáról beszélünk, ahol számítógépes irányítású termelésszervező vagy folyamatszervező rendszereket hoztak létre,
csak akkor még nem volt TCP-IP alapú internet, és amikor a TCP-IP alapú internet bevezetésre került, akkor abban a pillanatban megjelent a kockázat, tudniuk a SCADA rendszereknek a jelszava nem változtatható meg. És innét kezdve kezdődik az a szomorú probléma, hogy gyakorlatilag ilyen különböző irányító rendszerekben csak SCADA alapú rendszerek vannak. Ez az egyik, ami szerintem nagyon-nagyon elgondolkodtató, és amit Gergő mondott, az nagyon is szerintem komoly probléma. A másik, itt talán a alkotmánybírósági honlapból vezetném le, az, hogyha így ki lehet cserélni egy honlapon mondjuk valamilyen tartalmat, vagy akár információt lehet lopni. Ez nagyon sokszor az a probléma, hogy a fejlesztők a biztonságra nem figyelnek. Arra figyelnek, hogy vagy egy konzervet színeznek át más színűre, és azt adják el több intézménynek, és mindegyikkel megpróbálják megfizettetni a fejlesztés költségét biztonság nélkül, és utólag, amikor gáz van, akkor nagyon kicsi az esély arra, hogy ezeket a problémákat ki lehessen zárni, hiszen a fejlesztéskor kell biztonságosan megcsinálni a rendszert. Utólag ez már nagyjából ugyanannyiba, vagy akár többe is kerülhet, mint egy új rendszer kialakítása. És ez az egyik oktatás terén az egyik nagy feladat, hogy ne csak a rendszergazdát, meg a vezetőket, meg az egyéb kollégákat képezzük, hanem igenis a fejlesztőknek is kell valamilyen képzést megpróbálni nyújtani, hogy biztonságos rendszereket készítsenek. Igen. Ez is még egy kiegészítést szeretnék fűzni az Animus működéséhez. Az egy érdekes játék, amikor ők ezt a defacement, tehát ilyen eltorzítás jellegű játékot játszák, de ami igazán veszélyes saját szempontunkból az, amikor megnézzük, hogy ők hogyan kommunikálnak egymással. Az Animus az egy olyan csoport, ahol nagyon sok ilyen mondjuk hogy hiperegóval rendelkező ember kezd el reklámozni olyan megoldásokat, amit ő talált. Tehát, hogy gyerekek, én ma betörtem mondjuk az Alkotmánybíróság honlapjára, vagy éppen mondjuk betörtem egy ilyen távközlési szolgáltatónak a rendszerébe, és tudjátok, hogy mennyire jó vagyok. És ehhez képest ezt elkezdik egymáshoz cserélgetni. És itt jön be a veszély, mert hogyha az ember ezeket elkezdik követni, hogy ki mit mire cserél, akkor például olyan dolgokat derülnek ki, hogy mondjuk nagyon kritikus magyarországi alkalmazásoknak a sérülékenységeit, azt mondjuk mexikói, vagy ausztrál, vagy éppen orosz Anonymous tagok cserélték ki egy olyan információra, amikkel meg ők adtak valamit a magyarnak. És nyilván emögött nem az egyszerű technikai érdeklődés áll, hanem az, hogy ezek a valószínűleg cserében résztvevő felek ezt később ilyen profi bűnözőként el tudják adni. El tudják adni azok a megrendelőknek, akik meg őket fogják ilyen hálózatba bele, amin keresztül aztán el tudják érni azt, amit szeretnének a magyar rendszerek kapcsán. Tehát ezért nagyon veszélyes játék és nagyon veszélyes közösség az Animuson belül, ez a kicsit felelőtlen sérülékenység csere, mondjuk így. Köszönöm. Itt szó volt a kerekasztal elején a magánszemélyek felelősségéről, most felmerült ugye a rendszergazdáknak a feladata, hogy ők is figyeljenek a biztonságra. Amit itt még felvetnék harmadiknak, én úgy gondolom, hogy a szervezetek első számú vezetői, hivatalvezetők, illetve azok a cégvezetők, akik kritikus infrastruktúrát biztosítanak, hogy részt vesznek ebben alvállalkozóként, ezeknek a felelősségét is ki kell emelnünk. Az új törvények ennek feketén-fehéren ezeket tartalmazzák, és olyan eszközöket kell a kezükbe adnunk, amikkel számon tudják kérni, hogy a munkatársaik ezt a felelősséget megfelelően kezelik, megfelelően irányítják a biztonságot, várják el a követelményeket. Azt szeretném kérdezni, hogy szervezetvezetők, cégvezetőknek a tudatosítása kapcsán milyen elképzelések vannak? Ez egy nagyon fontos kérdés a stratégiának is, illetve az összes eddigi kormányzaton belüli beszélgetésnek is egyik fontos eleme az volt, hogy hogyan lehet olyan üzleti motivációs rendszereket is kiépíteni, amelyekkel a kiberbiztonság erősítését elő tudjuk mozdítani. És ezeknek a kidolgozása folyamatban is van. Az egyik fontos eszköz, amelyet nemzetközi szinten is hasznosnak látnak erre, az az együttműködési fórum, amelyet mi is létre akarunk hozni, ami bizonyos szinten, bizonyos területeken már működik, például nyilván elsősorban többségi állami tulajdonban levő cégekkel való együttműködésben már van ilyen rendszeres egyeztetési mechanizmus, de ezek
nek a keretbefoglalása és az összes olyan érintett felé való kiépítése, amelyek, akiknek a működésében fennálló zavarok az állami működést akadályoznák, ez egy nagyon komoly, nagy feladat, amely előttünk áll, és azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan az egyik elsődleges szempontja is mind a stratégiának, mind az IB, az információbiztonsági törvénynek. Talán egy fontos eleme van ennek még, az állami felelősség meghatározása, hiszen itt sorba mentünk már, hogy kiknek hol van felelőssége, és azt gondolom, hogy van egy ilyen sok helyen hallható enyhe tévhit, hogy hát végül is abból, hogy belépünk ebbe a kiber korszakba, és akkor majd most vírusokat kell kezelni, és azoknak a kezelése az elsődleges feladata a biztonságpolitikának is, hát ez csúnya dolog, de hát mégis mennyivel jobb, mint hogyha valódi háborúkban küzdenénk egymással. Az teljesen egyértelmű az egyrészt, hogy a kár okozás ezen a téren semmivel nem kisebb, sőt lehet sok szempontból nagyobb is. Másik oldalról nézve viszont biztonságpolitikai szempontból semmi nem zárja ki a kettő összekapcsolását. Tehát, sőt, azt gondolom, hogy az ezen új eszköztárnak az alkalmazása még csak előnyösebbé, még csak vonzóbbá teheti a klasszikus, úgynevezett kinetikus katonai eszközöknek a használatát. Hiszen abban az esetben, hogyha én lebénítom egy ellenséges félnek, vagy általam ellenségesnek nevezett félnek az egymás közti kommunikációját, a radarjait, nem látják, hogy mi van az égen, a földön, a nem tudom, közöttük, sokkal könnyebben használhatóká válnak a kinetikus, a hagyományos katonai eszközök. Tehát szó nincs arról, hogy ez most kiváltana egy olyan hagyományos katonai eszköztárat, amely jel az elmúlt pár száz évben az emberiség küzdött, hanem kiegészíti, hatékonyabbá teszi, akár még vonzóbbá teheti ezeknek az alkalmazását, ami eddig kevéssé egyszerűnek vagy kivitelezhetőnek tűnt, az most még akár könnyebben elérhetővé is válik ezeken az új eszközökön keresztül. Úgyhogy talán azt mondom, hogy sose ad fel csüggedésed, nincs itt semmi remény. Az oktatás kapcsán én három dolgot említenék meg. Ugye mondtam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, ahol a rendszergazdáknak szóló mondjuk egy árnyalata, szofisztikáltabb oktatást szeretnénk tömegesen nyújtani, és ezt legyen kötelező elvégezni a rendszergazdáknak és azoknak, akik ebben a környezetben dolgoznak. Nagyon sajnálatos, de miután nagyon sokan idegenkednek az informatikától, és ezért próbálják magukat távol tartani tőle egészen addig a pillanatig, ameddig csak lehetséges. Az szokott előfordulni, hogy általában a rendszergazda azért egy megbecsült ember, mert tud telepíteni operációs rendszert a gépre, és be tudja állítani az Outlook használatát. Hát szomorú, de egyébként sajnos a többség valóban nem áll valami nagyon stabil lábakon. Ez a mondjuk a nagy mennyiségben történő oktatás nyilván a vezetőknél is szükséges, mert ugye a vezető szokta, általában az első számú vezető az, aki megszokta erőszakolni az informatikai védelmet, mert ő ilyen vagy olyan mobileszközre, meg telefonra, meg nem tudom mire szeretné a hivatalos levelezését bonyolítani, ami nyilván technikailag nem lehetetlen, csak kérdés, hogy mennyire jó ötlet. És igazából ezeket az oktatásokat szeretnénk a közszolgálati egyetemen pont a közszféra számára biztosítani. Létrehoztunk Veszprémben a Pannon Egyetemmel közösen, tehát az MBF és a Pannon Egyetem egy kiberkutatófejlesztő központot idén márciusban. Ide viszont szeretnénk olyan oktatásokat létrehozni, és most október körül kerül sor majd az elsőnek az indítására, ami egy szofisztikáltabb, magasabb szintű oktatásról szól, tehát szeretnénk EU és NATO partnereinket is oktatni, egyébként már fel is ajánlottuk nekik ezeket az oktatásokat. Szeretnénk ilyen Tanítsd a tanárt című alapon azokat az embereket kiképezni, akik majd az ő emberéket tovább tudják képezni. Ugye a NATO-ban, EU-ban ez egy eléggé elterjedt oktatás, ugye ki ne ismerné Garmisch-Partenkirchenben a NATO iskolát, vagy a Latinában a informatikai oktatást, ami a NATO-hoz kapcsolódik.
és hát szeretnénk magyar cégeket is ide invitálni, szeretnénk fejlesztőknek képzést nyújtani szintén, és egyébként kutatásfejlesztéseket is szeretnénk ide behozni. És nekem van egy harmadik gondolatom, ami gondolom csak időkérdése lesz, hogy a Microsoft reklámként ismert LCDL oktatást, lehet egy kicsit pikírt volt a megjegyzésem, de én úgy gondolom, hogy egyébként semmi másról nem szól, és ma, amikor már iOS-től a Androidon keresztül a Linuxig azért mindenki használ elég sokfélét, nyilván egy Microsoft oktatásnak a létjogosultsága az eléggé, mondjuk úgy, hogy korlátozott, de közoktatásban a gyerekeknek valami más kellene tanítani, tehát akkor, amikor 15-16 éves gyerekek banki társkártyával szaladgálnak, meg mobileszközön utalnak pénzt, meg mobileszközön interneteznek, meg nem tudják, hogy amit egyszer kitettek a Facebookra, azt az életbe többet nem szedik le, mert fogalma nincsen senkinek, hogy az melyik szerveren és hol van meg. Tehát inkább ezeket kellene oktatni, és közoktatásban ezt szerintem csak idő kérdése lesz, amikor valóban be fog épülni. Köszönöm. Én úgy tudom, egyébként az LCDL-nek van digitális aláírás modulja, és készül az IT audit modulja is, a közeljövőben jelenik meg. Még az oktatáshoz nyilván vannak piaci cégek, akik foglalkoznak ilyen oktatásokkal, ezt most nem reklámoznánk. Vannak szakmai szervezetek, akik szintén foglalkoznak oktatással. Én az Információrendszer Ellenőrök Egyesületének vagy elnökségi tagja vagyok nálunk. Egy nemzetközi keretrendszer jelent meg ebben az évben, a COBIT-5 for InfoSecurity, ami a biztonság irányítás kereteit adja meg. Ehhez kapcsolódóan, ami a tagjainkat, az IT biztonsági és informatikai ellenőrzési szakembereket oktatjuk, illetve most már úgy tudom, hogy minden gazdasági informatika szakon tananyag IT biztonság, IT ellenőrzés, én jó magam a gazdasági főiskolán tanítom ezt, és az IT auditra apropóján szeretném még megemlíteni, hogy ez egy negyedik, ötödik felelősségi terület az adott szervezeteken belül, hogy a kialakított szabályrendszert betartassa a belső ellenőrzés a szervezettel. Itt néhány éve már elindult a Nemzetgazdasági Minisztériumban egy továbbképzési rendszer, ennek választható modulja az IT audit, aminek zajlik a felülvizsgálata, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok fejlődési lehetőség van azon a területen, hogy a belső ellenőröknek az informatika alapjait, az IT biztonsági ellenőrzéshez szükséges ismereteket átadjuk. Nem tudom, hogy itt milyen tapasztalatok, elképzelések vannak. Azt mondjuk, hogy erről a témáról beszélünk, akkor mindig az a veszély, hogy időgunalmas lesz, amit mondunk, mert hogy maga, amiről beszélünk, az nem önmagában nehezen prezentálható érdekes módon. Ezért szoktuk azt alkalmazni, hogy ugye van két szint, akit meg kell mindig lőnünk, az egyik az a cégvezetők, felsővezetők szintje, a másik pedig az egyszerű otthoni Mariska néni szint, tehát az egyszerű használónak a szintje. Ezt a kettőt kell úgy megfognunk, hogy ő megértse, megtapasztalja, hogy miért, mit kell tenni és mit nem kell tennie. Az a tapasztalat, hogy mondjuk a csúcsvezetők szintjén az a fontos, hogy tök egyszerű üzeneteket, 3-4 lépést kell a fejében nyomni. Az angolok ezt úgy csinálták meg, hogy leírták azt a 32 lépést, amire oda kell figyelni az állami közigazgatásban az IT biztonság terén, és attól függően, hogy valaki milyen szinten van az adott közigazgatási intézményben, attól függően kell csak 3-at, 10-et, 20-at vagy 32-t tudnia. Ez az egyik megközelítés. A másik pedig az, hogyha mondom az egyszerű felhasználót nézzük, hogy olyan kis demókat kialakítani, aminek így aktuális kézimunka jelleggel megmutatja, hogy mit kell tennie. Ilyen például a Magyarországon is kifejlesztett és a PSZÁF által támogatott ilyen internetes bank, ideális bank típusú modul, ami szerintem egy egész jó példa erre, vagy a biztonságos internet.hu, ahol viszonylag egyszerű értető módon, pici kis logókkal, azt hiszem, egy kis zöld békát látunk, mutatják meg azt, hogy mit nem és mit lehet tenni. Tehát én ezt a két irányt látom, illetve a magunk felelősségét, hogy ezt mindig egy ilyen fogyasztható értető módon adjuk elő. Itt többször fölmerült a nemzetközi együttműködés, úgy gondolom, hogy akár a cél a megelőzés területén hasznos az együttműködés nemzetközi szinten, akár a szakmai módszertani anyagok beépítésében, a
akár politikai szinten. Úgy gondolom, hogy számos siker van Magyarországon ezen a területen. Szeretném a néhány gondolatba végigmennénk rajta, kezdve akár a Budapest Cyberspace-től, a Zenisán, illetve a szakszolgálatok együttműködésével. Ez akkor mindennyiünkről szól valóban. A tavaly őszi budapesti Cyberspace konferencia, az egy évvel ezelőtti londoninak volt a folytatása, illetve azt követi idén ősszel a harmadik nemzetközi ilyen konferencia Koreában, Dél-Koreában, és én azt gondolom, hogy ez valóban egy ilyen nagyon markáns nemzetközi üzenet volt arra a területre, illetve arra a lehetőségre, amelyet Magyarország magáinak tudhat. Én azt gondolom, hogy láthatóvá váltak azok a nagyon komoly képességek, amelyek Magyarországon már léteznek, azok a szakmai sikerek, amelyek nemzetközi szintéren is nagyon elismertek, és ennek egy jó keretet adott ez a nemzetközi konferencia. Nyilvánvalóan kérdés az, hogy ezt hogyan fogjuk majd folytatni, és hát ezen belül különböző együttműködési keretekben már mozgunk eddig is. Szerintem az európaiakról és a Zenisáról majd a Feri jóha beszél, de hát van egy komoly együttműködés a NATO-val is, illetve hát Misi is mindenkinek van ebben komoly munkája, és komoly eddigi sikersorozata, én azt gondolom elismerésekkel járó sikersorozata. Együttműködés már kiépült a NATO-n belül is, egy sor olyan felvetés vagy területen, amely regionális szinten megjelenik, szintén ott vagyunk, úgyhogy ez egy folyamatos munka valóban, és ezeknek a sikereknek az összegzés, illetve az együttműködés további összehangolása az ugyanennek a koordinációs tanácsnak egy komoly feladata lesz, hiszen a részsikerek, amiket nem szabad alábecsülni, és majd itt elhangzanak, mind azonban felhívták a figyelmet arra, hogy összehangolás a magyar képességeknek a megjelenítésében, illetve az előre a megtámogatásában nem volt. És ez gyakorlatilag egy komoly sorozat kihagyott lehetőséget is jelent. Tehát a kormányzati munkában a nemzetközi együttműködések keret területén belül is van egy nagyon komoly összehangolási feladat, amelynek a következtében az eddigi szinergiák még markánsabban megjelenhetnek. Ugye a BCC-től kezdve, hát menjünk, mert ugye ez egy magasabb szint, hiszen a britek ezt másfél évvel ezelőtt úgy találták ki, hogy úttörőként, és a magyar miniszterelnök bevállalta, hogy akkor a második konferencia Budapesten kerül megrendezésre. A konferenciában nekem szerencsém volt az előkészítés egyik társelnökének lenni, és hát igazából mi feladatunk a konferencia információs rendszerének a védelme volt, hiszen videó streamingtől kezdve a wifi használatig rengeteg olyan tényező volt, ami egyébként főleg egy ilyen jellegű konferenciát simán csődbe vihetett volna. Tanulságos volt, ez volt az első olyan igazán nagy sikerélményem nekem legalábbis, hogy sikerült egy tényleg kompakt és nagy rendszert úgy megépíteni, hogy az megállta a helyét, és egyébként ugye vittük be koreaiakat, meg mindenkit, hogy lássák, hogy a védelmi rendszerek hogyan működnek. Van együttműködésünk nyilván EU és NATO partnerekkel, ugye említettem, hogy több, tehát a felügyelet több bizottságban és munkacsoportban tag, főleg itt az elmúlt 6-7-8 hónap idején ugye a bothálózatok felderítése és feldolgozása kapcsán volt ebből nagyobb mennyiség, mármint együttműködésből. És még egy nagyon érdekes dolog van, és azt hiszem, hogy amire talán a leginkább büszkék lehetünk, az az, hogy 2011-ben vettünk részt először a NATO kibervédelmi hadgyakorlatában. 2012-ben kollégáim már a nemzetközi storyline-oknak a felét írták, és idén pedig az ÉSZTEC a fő tervezők a konferenciában, vagy fő szervezői a konferenciának, de június végén mi adtunk otthont a fő tervező konferenciának, ami rendkívül jó sikerült.
és egyelőre költségvetési megfontolások zajlanak, de ha és amennyiben azt a irdatlan mennyiségű telefonszámlát és védett rejtjeles számítógépet hajlandó mondjuk a NATO megfinanszírozni, mert azért nem kevés pénzről beszélünk, akkor mi provizórikusan a 2014-es NATO hadgyakorlat megszervezését bevállaltuk. Az együttműködés kapcsán egy nagyon fontos dolog van. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a szennyest mutogatni nem nagyon szokta szeretni senki. Ez a legnagyobb rákfenéje egyébként a titkosszolgálati együttműködéseknek, de ugyanígy a kibervédelmi együttműködéseknek is. Mert ki az, aki örömmel bemutatja, hogy őt jó meghekkelték, vagy megtörték a rendszerét, vagy ezt vagy azt csináltak. Tehát általában ez egy nagyon komoly gát szokott lenni. Ha ezen sikerülne valamilyen áttörést elérni, és én úgy gondolom, hogy a mi rendszerünk, amit most alakítunk ki, az nagyon jó erre, és remélhetőleg majd pozitívabb példával tudunk előbbre járni, mint mások. Szóval a helyzetünk az, ami a nemzetközi helyzet, az fokozódik, tehát ugyanúgy gondolom, hogy Magyarország az nagyon jó helyzetben van arra, hogy egy ilyen kibervédelmi nagyhatalmá váljon. Tehát tényleg nagyon jó képességek vannak az adott részterületeken, és nagyon sok sikert értünk el, és hogyha ez a nemzeti együttműködés rendszere, amit most kiberkontrollasszony irányításával felépítünk, hogyha ez működik, akkor tényleg ez egy gyakorlatilag lesz, amit szerintem Európában és Amerikában is példaértékűnek fognak tekinteni. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert én 2004 óta vagyok az Európai Hálózati és Információ Biztonsági Ügynökségnek az alelnöke. Tehát az utóbbi 9 évem az azzal telt el, hogy ezt végéltem. Tehát hogy hogyan vált egy ilyen teljesen magnes témából egy nagyon fontos politikai issue-vá az, hogy kiberbiztonság. És ezek megfelelően úgy gondolom, hogy amit mi részterületeken látunk sikereket Magyarországon, például az, hogy a Cyberstorm gyakorlatilag részt tudtunk venni, ez például egy ilyen legjobb angol száz vagy ilyen globális gyakorlat. Ez volt, ami aztán a NATO elkezdett később másolni. Vagy az, hogy egy csomó kritikus infrastruktúrai együttműködés, meg a Meridian konferencia együtt tudunk működni, mi csináljuk, hogy most is a negyedéves hírleveleit ennek a dolognak. Ez mind egy olyan részeredmény, amire tudunk építeni. Amire most igazán szükség van, az egy ilyen központi irányítása ezeknek a folyamatoknak, mert ha most már problémákról fogunk beszélni, nyilván ha túl sok részük el van, és túl sok akarnak ugyanazzal foglalkozni, akkor idővel abból probléma lesz, nem szinergia. És ezekkel sajnos találkoznunk kellett. Ezeket kell szerintem egy okos központi irányításos koordinációval megoldani, és akkor egy olyan eredményt érünk el, ami nem csak részsiker lesz, hanem teljes nagy siker. Köszönöm szépen. Az utolsó témánk végül is, amiről részben az egész előadás is szólt még, ez a biztonság tudatosítás. Mi is több lehetőséget említettünk. Kapcsolódnék az előző kerekasztalhoz, nem tudom, hogy itt volt-e valaki a 3 óráson, ott e-learning téma merült föl. Ha rákeresnek az interneten, például a Sulineten, fönt van egy elég részletes IT-biztonsági tananyag, illetve itt említésre került a biztonságosinternet.hu. Itt kezdhetjük magunknál a biztonságtudatosítást. Természetesen a szervezeteknél lesz belső tudatosítás, és nagyon fontos néhány alapdolgot megismernünk, mert általában onnan, hogy nem tudunk semmit az IT-biztonságról, elég gyorsan eljutunk oda, hogy mi mindent tudunk az IT-biztonságról, ami nekünk kell. Ez tulajdonképpen egy hamis biztonságtudatot eredményez, és fontos ezen tovább lépni és megismerni azt, hogy mi az, amire szükségünk van, akár egyéni szinten, például a közösségi hálók használata. Itthon is volt erre példa, hogy a Facebook az egyik legjobb eszköz arra, hogy a betörők célpontot találjanak maguknak, mert volt egy illető, aki föltette a karácsonyi ajándékainak a fényképét, látszott a lakásban, hogy több értékes műszaki eszköz van, majd megosztotta mindenkivel, hogy hova megy 2 hétre Franciaországba síelni, és amikor hazaért, akkor meglepődött, hogy üres volt a lakás, és a szomszédok elmesélték neki, hogy hát gyanús volt nekik, hogy elköltözik, de hát végül is miért ne, emberek elköltöznek. Jött egy teherautó költöztetőkkel, és minden mozdítható tárgyát elköltöztették, csak ő erre nem adott megbízást. Tehát fontos, hogy az információt, amit megosztunk magunkról, lehet, hogy a barátainkkal megosztjuk, de korlátozzuk le ezeket, mert ugyanaz az információ
egy nagyon értékes. Nem kell a hagyományos módszerrel, nem tudom, körbe járni a házat és bekopogni, hogy ki nincs otthon, hova lehet betörni, hanem előre magunkat kínáljuk fel a betörőknek. Szintén fontos itt a biztonságtudat területén, hogy nagyon egyszerű dolgokon keresztül eljuthatunk oda, hogy egyszerű biztonsági programokkal, például bonyolult jelszókat tudjunk eltárolni, amit utána felhasználhatunk több internetes szolgáltatásnál. Hogyha egy egyszerű néhány karakteres jelszónk van, és egy legkevésbé védett rendszerbe betörnek általában az emberek, ritkán használnak 2-3-nál több jelszót, valószínűleg egy védett, akár kormányzati vagy hivatali rendszerbe hasonló jelszót használnak, ezzel nagyon megkönnyítik a támadók dolgát. Itt az e-learning, tehát már rendelkezésre áll, illetve szervezeteknél folyik ennek a kiépítése, például itt az előbb említett informatikai belső ellenőrzésre is egy több száz oldalas ilyen tananyag áll rendelkezésre. Erre bátorítanám a résztvevőket, hogy kezdjék maguk is ezt az információt megszerezni, és szeretném kérni, hogy itt a kerekasztal végén, akinek van kérdése esetleg a résztvevőkkel, az jelentkezzen és tegye föl nekünk. Zautosi Péter vagyok, és megértem Misinek, hogy fogok kérdezni, úgyhogy ezt most betartom. Elhangzott pár szó itt egy kicsit az a cloud, hogy adataim mennek, telefonról, mindenről mennek, lassan az alkalmazásaink is mind ott lesznek, tehát Office 365, stb. Tehát haladunk afele, hogy a telefonunk is a cloudban fog futni, tehát minden egy helyen, valahol, lehetőleg nem Magyarországon vagy lokálisan, hanem külföldön, egyre távolabb tőlünk. Hát nyilván ez is felvet egy biztonsági kérdést, és ugye nem csak az, hogy meghekkelnek akár minket, hanem hogy hozzáférünk-e ezekhez a szolgáltatásokhoz, és mikor férünk hozzá, tehát ez már nem rajtunk fog múlni, azt gondolom. Úgyhogy nem tudom, hogy erre, ezzel kapcsolatosan van-e valamilyen olyan stratégia, valamilyen dolog, amivel lehet készülni. Köszönöm a kérdést. Egyébként nagyon jó kérdés, és az egyik legszexibb téma mostanában egyébként a felhő alapú szolgáltatás. Körülbelül úgy tudom elképzelni a tömör választ, mint a Google-nál, hogy a legnagyobb barátunk, de egyben a legnagyobb ellenségünk. Tehát, hogyha a miénk a felhő, akkor természetesen ez egy nagyon jó, nagyon, nagyon jó dolog. És vannak arra vonatkozó kísérletek, hogy legyen kormányzati felhő szolgáltatás, tehát szerintem ez egy ilyen záros határidőn belül meg fog születni. Amiért ez jó, az az, hogy gyakorlatilag az adatokat el tudjuk vinni több szempontból biztonságosabb környezetbe, lehet neki adni egy központi titkosítást, a tárolásra oda lehet figyelni, nagyon jó informatikai biztonsági szempontból is, hiszen lehet tetszőleges mennyiségű virtuális szervert építeni, és hát hogyha az egyik bedől, akkor majd a többi viszi a feladatot tovább, tehát ez üzembiztonságban nagyon fontos. Ami viszont a felhő szolgáltatásban nagy hátrány, az éppen az, hogy amikor külföldi felhőbe csatlakoznak föl és viszik el az adatokat, legyen az a Google Cloud, vagy az említett TeamViewer, vagy akár az Apple Cloudja. Hát én mindig úgy csodálkozom, hogyha valaki ezeket így szívesen használja. Sokan azt szokták mondani, hogy ők nem, őre nem kíváncsi senki. Hát nem tudom, sokféle dolog van, tehát az online banki támadások pont ezeken alapulnak egyébként. Aztán akinek majd elutalják a X pénzét, akkor az majd valószínűleg nem lesz tőle nagyon boldog. Vannak ebben sajnálatos, mondjuk úgy, hogy állami példák is, tehát hallottunk meg, olvastunk már olyat, hogy kivitték a külföldi felhőbe mondjuk a szolgáltatást, de ugyanígy az is probléma, amikor mondjuk van egy közmű szolgáltató, és mondjuk a számlázási rendszere más országba fut, ne adj Isten, még akár Európán kívül, mert az olcsóbb. Tehát én amondó vagyok, hogy saját felhőt kell csinálni, és én úgy gondolom, hogy a nagy cégek, meg a nagyobb intézmények előbb-utóbb ebbe az irányba fognak elkényszerülni.
Van még kérdés, tesó? Beleszóltok még a... Bocsánat, még egy hozzászólt kiegészítés. Még elengednénk önöket, akkor most jogászkodok egy picit, tehát a felhőnek az az alapvető baja, hogy nem tudjuk, hogy pontosan milyen típusú felhőkről van szó, tehát van legalább három különböző típus, amiről beszélhetünk, ugye amikor infrastruktúrát, alkalmazást vagy éppen szoftvert kapunk felhő szolgáltatás keretében, és ezek mind-mind más-más fajta technikai hátteret és más-más fajta jogi lehetőséget és felelősséget jelentenek. Arra az Európai Unióban is, meg talán Magyarországon is elkezdődtek azok a munkálatok, hogy ezeket hogyan lehet egymáshoz passzítani, mert van három szintje a mi biztonságunknak, az egyik az, amit a jogszabály határoz meg, utána amit egy ASF, és a végén meg amik történik, tehát ami a konkrét technikai intézkedés. És ahhoz képest, hogy most mondjuk három, tehát mondjuk szoftvert, vagy alkalmazás, vagy éppen infrastruktúrát használok-e egy felhőben, attól függően ezek a technikai intézkedések nagyon mások lesznek. Tehát egyre kevesebb lesz az én ráhatásom arra, hogy az technikai intézkedés pontosan mi legyen, mi történjen. És ez a nagy feladat, meg nagy kihívás most Magyarországon, a külföld és Európa számára is, hogy ezeket hogyan tudjuk egy egységes egészbe ezt a három különböző koordinátorrendszert egyesíteni. Tehát, hogy amikor én esetleg havegyszervezetlen csúcsvezető lennék, és azt mondom, hogy megrendeljük most ezt a felhőszolgáltatást, akkor tudjam azt, hogy ha rákattintok erre a X-re, hogy akkor na ez lesz, akkor ez hogyan fog visszatekinteni és visszaköszönni az én jogszabályaimban, az én szerzési feltételeim, és a végén pedig a technikai intézkedésekben is. Ez ami nagyon nagy kihívás. Erre vannak különböző megoldások, mindenfajta auditálások, van nagyobb 12 fajta ilyen konkurens rendszer Európában, ezek közül kéne nekünk nyilván megtalálni azt, ami jó. És ha már jó tanácsot kéne esetleg adnom, hogy mire figyeljünk, hogyha egy ilyen szolgáltatást veszünk igénybe, mindig tegyünk fel egy-két ilyen csúnya technikai kérdést. Tehát mondjuk azt hallja nekünk a szolgáltatónk, hogy nálam bármikor migráltad az adatodat. Tehát bármikor vissza fogom neked adni, hogyha esetleg befejeznénk a szolgáltást, akkor vissza kell kérdezni, jó, de van-e esetleg egy ilyen szabad, forráskódú application interface-et, API-t. Hogyha nem érti a kérdést, akkor már nem tudja, miről beszél. És nem tudja, hogy egyébként ez miért fontos. Tehát ez az egyik. Tehát mindenképpen, hogyha jogászként vagy csúcsvezetőként az ember ezzel szembe kerül, akkor kérdezem meg az IT biztonsági igazgatóját, vagy éppen a rendszergazdáját, hogy mik azok a nagyon disznó technikai kérdések, amikkel fel kell vérteznem magamat. Ez egyik. A másik pedig az, hogy azt is meg kell nézni, hogy amikor azt állítja magáról mondjuk egy szolgáltató, hogy az ő adatai vagy adattárolásai azok mindig Európai Unió területén vannak, akkor is szokott lenni egy limitáció, csak ez mindig ott a 12. apróbetű sorban, hogy egyébként data at rest, tehát akkor, amikor éppen pihen az adat, és nem éppen mozgálásban van, és közben, hogy az maga felhő meg pont erről szól, hogy mozgatjuk az adatokat. Az x-edik ilyen kiegészítés pedig az, hogy egyébként a felhő az egy jó dolog, tehát rengeteget tudunk vele költséget csökkenteni, és ezt a magyar kormányzat is figyelembe vette akként, hogy akkor, amikor elfogadtuk az IT biztonsági törvényünket most májusban, akkor abban volt pont egy olyan módosítás, ami egy nagyon régi és szinte értelmetlen alapvédelmi jogi ihletésű korlátozás megszüntetett az adatvédelmi törvényben. Tehát most már lehet adatfeldolgozót alkalmazni, és ezzel törvényesítettük azt, ami egyébként már 10-12 éve Magyarországon törvénytől nem működött. Molnár Zoltán vagyok is Sepsengyőzsről, tehát helyből, és egy olyan vonatkozásra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió tagországai között, ha vannak ilyen csetepatik, mármint, hogy jön a hosszúhajú, tehetséges informatikus, és saját szakállára elkövet egy támadást, mert azt olvasta az újságban, hogy egy másik uniós tagállamban helyre gonoszak a politikusok, és akkor most megtámadott hazafiságból egy másik ország kormányzati szerveri. Na most, ugye nem állami szinten történik, tegyük fel, hanem csak saját szakállára követte hazafiságból. A kérdés az, hogy van-e felelős Európai Uniós gyakorlat arra, hogy azért az ilyesmit ne országok közötti támadásnak nevezzük, hanem annak a helyén rendje és módja szerint kezeljük egy elszigetelt esetként. Mert ugye a közép-európai nacionalizmusokat nagyon szépen lehet élezgetni ezzel, hogy helyre bizony megtámadtak minket, és honnan? Hát pont mondanak egy ellenséges, vagy a múltban, történelmi konfliktusban álló államot. Tehát lehet ezzel játszani, és felelőtlen emberek, politikusok időnként nyúlhatnak ilyen fegyverekhez. A másik kérdés pedig az arra vonatkozik, hogy igazából, ahogy Suba Ferenc ki is emelte, terrorizmusról van szó legtöbbször,
mert nem hadviselő felek hadat üzennek egymásnak szó középkori értelmében, hanem valaki fenyegetettséget követ. Hát igazából a terrorizmus csak egy új formája, ami szinte pont olyan esélytelen, mint az igazi öngyilkos merénylőkkel szembeni harc. Tehát mégis mi a remény? Van-e remény? Köszönöm. Az EU-s gyakorlatról annyit, hogy ugye amit említett, az tipikusan mondjuk egy köztörvényes cselekedet, de ettől eltekintve most, amikor az Európai Unió kiberstratégiája van éppen terítéken, ott nagyon sokan nem értették, hogy ez miért kell egyáltalán ezzel foglalkozni, hiszen szuverén módon mindenki majd foglalkozik ezzel valahogyan. És ugye pont azért kell foglalkozni vele, és hála Istennek legalábbis azokban a biztonsági grémiumokban, ahova mi járunk ki, ott ezzel szembesültünk, és hála Istennek azért mindenki megértette, hogy azért van egy ilyen együttműködésre szükség, hogy én nekem tudnom kell garantálni, hogy én tőlem, az én rendszereimből, az én országomból nem fognak megtámadni egy másik Európai Uniós tagállamot. Tehát, hogyha EU-n belüli dolgokról beszélünk, akkor ez a stratégia ez tartalmaz egy ilyen mondatot. Tehát, és ami a nagyon lényeges, majd meglátjuk, hogy a különböző direktívákban, vagy policykban ez hogy fog majd lecsapódni. Egyébként, ahogy szakmailag egyébként szokott együttműködés lenni mindenhol, azért én ismerek a praxisomból olyan esetet, ahol egyébként együtt lehetett működni a másik országgal, és meg volt az együttműködés. A probléma inkább az, hogy ő hogyan fogja kezelni majd otthon, hiszen hogyha egyik ország, A ország állampolgára B országban csinál valamit, ha csak nem valamilyen abszolút köztörvényes bűncselekmény, akkor nagyon sokszor előfordulhat, hogy nem fogják számon kérni. De ezen a területen meg pont ez a lényeg, hogy legalább tagállami körben ne lehessen ilyet elkövetni. Majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Akkor köszönöm, hogy én is megkaptam a megszólítást. 2007-ben ez még egy nagyon nehéz probléma volt, tehát amikor mondjuk mi Észtországot megtámadták valószínűleg keletről, a mellette levő szomszéd irányából, de ez ugye csak feltételezhető volt, mert egyébként a felszínen Magyarország is támadta Észtországot. Tehát 2007-ben volt mondjuk egy 12 olyan gép Magyarország, ami támadta az ottani kormányzat és banki rendszereket, köztük volt kettő kormányzat is. Most már lehet mondani. Tehát egy nagy szégyen volt, hogy mondjam, ha csak a felszínt nézzük, akkor ugye támadtuk a saját szövetségésünket. Ehhez képest nyilván mindenki tudta, hogy ez nem erről szól, hanem botnetnek a részei voltak ezek a magyar fertőzött gépek is. Akkor ez úgy működött, hogy megpróbálták a hagyományos NATO-EU csatornákat beindítani az észtek, és a végén az segített, hogy véletlenül az egyik CERT-es továbbképzésen az egyik ilyen észt kollega berohant, és tényleg egy eléggé, hogy mondjam, egyszerű angolsággal segítséget kért. És akkor ez beindult a rendszer, és akkor végül a CERT, meg a CERT-ek közül a finn, meg az amerikai az érjelt, és azt mondta, hogy ez a nagyon informális közösség, a CERT-ek közössége fog nektek segíteni, és megoldották a dolgot egy-két hét alatt. Ez mostanra úgy változott meg, hogy most már gyakorlatoznak a tagállamok. Tehát van mondjuk ez a Cybex, ez az európai nagy összgyakorlat, ami most már a harmadik lesz 2014-ben. És most már ott tartunk, hogy vannak külön európai eljárásrendek, amik alapján együttműködünk, ha ilyen típusú probléma volna. Ez az egyik válasz. A másik az, hogy egyébként hogy lehet azokat az embereket kordában tartani, akik egyébként az internet vagy a kiberteret ilyen mondjuk azt, hogy károkozásra használják fel. Tehát amikor az én nemzetemet bármit sértenek meg, és közben nem akarom, hogy ebből mégis túl nagy baj legyen. Az a baj, hogy van egy olyan szintje a történetek, amit államban nem lehet kezelni. Államban azt lehet kezelni, amikor valaki ezt bevállalja. Azt mondta, hogy én voltam, igen, stusz. Ha nem vállalja be, akkor csak azt tudom megtenni, hogy megnézem, hogy honnan támadtak meg, mi az infrastruktúra, tehát mi az IP cím, ahonnan jött a támadás. Ott megnézem, hogy ki az állam, vagy éppen szervezetek nekem tud segíteni, és őt kérem arra, hogy segítsen nekem a technikai kérdés megoldásában. Tehát nagyjából most ezen a szinten tartunk, és
e fölé, tehát hogy majd valaki ezt be is vállalja majd, és egyébként azt mondja, hogy most ezentúl kvázi a hagyományos háború elvei alapján fogunk egymással, vagy a hadijog alapján fogunk egymással járni, arra én kis esélyt látok. Tehát most arról van szó, hogy mi a technikai szintet tudjuk meglőni, és vagy megfogni, és ezen keresztül próbálunk együttműködni informális és most már egyeformás alapokon is. Dörinci Lórán vagyok Nagybányáról, és hallgatva itt a dolgokat, eszembe jutott egy terület, amelyikről nem esett szó. Ez az óriási érdekeket összpontosító rész, ez a piac, tehát a tőzsde, nevezzük ezt, ugye. Ott akik játszanak, azok ilyen hétszemű sárkányok, tehát minden rezdülésre reagál, ugye a maga a piac, és elég egy sok impulzus neki valahonnan, ahhoz, hogy mindenki ráugorjon. És ez egy, szerintem egy visszaélési lehetőség. A kérdésem az, óriási érdekek, ugye pénzügyi, hogy léteznek-e ilyen támadások, van-e megfelelő védelme ezeknek a piacoknak. Most konkrétan ez nem Magyarországra vonatkozik, de Magyarországra is vonatkozhat adott esetben. Köszönöm. Jól értem, hogy például egy részvényárnak a befolyásolása valamilyen kiber támadással, ez ilyesmire gondolt? Igen, például én befektetek Goldman Sachs részvénybe, és veszek 100 darabot, és abba fektetek, hogy fel fog menni, de elvileg az mondjuk lefele menne, és akkor adok valahogy egy impulzust, hogy fellökje a zárfolyamot rövid idő alatt, és akkor ráugrik épp elég ember, hogy az gyönyörűen felmenjen, akkor eladtam és nyertem rengeteget. Majd vagy árfolyam, valuta árfolyamnál ugyanígy. Hát ez a konkrét példa mondjuk a kiberbiztonsághoz kevéssé kapcsolódik. Itt én úgy tudom, hogy elég nagy tőkeáttételre van szükség, de... Én lájkos vagyok a kérdésben, csak jó. Így, mint a... Szívesen segítek a kérdés megformálásában, mert hogy volt egy 5 éves gyakorlatom ebben a témában, még egy tőzsdei cégnek a elnöki tanácsában is. A lényeg az, hogy ahogy szokták ezt csinálni, az arról szól, hogy a tőzsdei kereskedés gyorságát azt növelik meg, és azon keresztül élnek vissza. Tehát nem azzal, hogy egyébként a határidős kereskedésnek, meg az opciós kereskedésnek a szépségeit használják ki, hanem a tőzsdei kereskedés gyorságát. És ott van az, hogy millisekundokon múlik az, hogy mondjuk, ha rengetegszer adom ugyanarra a megbízást, akkor ezt követően, és ugye abban van lehetőség tényleg, hogy, és erre volt a Nasdaq esetében is példa, tehát az amerikai tőzsdén, hogy megbuktatták az egész rendszert. Tehát bele tudtak nyúlni, és ezen keresztül a végén odaig jutottak el, hogy egy napra fel kellett függeszteni a Nasdaq működését. Tehát nem volt mivel kereskedni, vagy min keresztül kereskedni. Tehát ez tényleg egy reális veszély példa. Ez mindig az adott államnak, vagy nem adott államnak, az adott tőzsdének a felelőssége, hogy ő a saját kereskedési rendszerét képes-e biztonságosan megvédeni. Én azt gondolom, hogy a legtöbb biztonsági költekezés az ezekben a rendszerekben van. Tehát a legbiztonságosabbak én ezeket látom. Amit meg lehet ezeknél csinálni, az csak az, hogy valóban bent vagyok a rendszeren belül, meghűltem, sok pénzt szeretnék gyorsan csinálni, és azt hiszem, hogy nem fognak engem sohasem elkapni, és ezért mondjuk tudok zavart okozni benne. Erre látok esélyt, az, hogy valaki ezt tartósan tudja elkövetni, arra szerintem egyszerűen nincs esély. Annyian figyelnek oda erre a dologra. Köszönjük szépen az érdeklődést. Én úgy gondolom, hogy körbejártuk, hogy megteszi az állam is a maga részét, számos szervezetnek van ebben feladata, és nekünk egyéneknek is meg kell szereznünk azt az alaptudást, hogy ebben a saját felelősségünknek megfelelően tudjunk eljárni. Jelenleg ez a terület elég rohamosan fejlődik, ahogy látjuk, egy egyszerű játékból már a legnagyobb feketepiaci iparággá vált, akár országokat is fenyegetve, de azért ugye a végére én úgy gondolom, hogy ez az együttműködés meghozza a megoldást szakmai, politikai szinten, és remélem, hogy jövőre már ennek az új rendszernek az eredményeiről fogunk tudni beszámolni. Köszönöm szépen az előadóknak, a részvételt, önöknek a figyelmet, és további jó szórakozást kívánunk a fesztiválon.